Ők a Janó házaspár. Attila és Valéria 20 éve élnek házasságban és 4 gyermeket nevelnek. Mint minden kapcsolatban az övékben is voltak hullámvölgyek, de azt vallják mindketten, ezeken túl kell lendülni és tanulni kell belőle. Mindketten hívők, ami saját bevallásuk szerint sokat segít a mindennapjaik megélésében. Számomra azért volt fontos a szentségi házasság, mert sokkal nagyobb erőnek tartom. Természetesen egyenértékű valamilyen szinten a polgári házasságot, de számomra az egyházi szertartás, az egyházi esküvő, az egy katolikus szertartás, az sokkal mélyebb, sokkal érzelmesebb, és sokkal, tehát nagyon erős kötelék. Nyilván minden házasságban vannak hullámvölgyek, vannak szép, mézes, mázas, cukorkás napok is, de vannak, amikor ugye nehézségek vannak nálunk is. Inkább az, hogy de nem csak akkor jegyes oktatáson, hiszen ugye rendszeresen a templomba járunk, hogy vasárnaponként ugye ott vagyunk a Szentmisén, hogy amit hallunk, amit megélünk a hitünkben, nyilván egymással szemben is úgy próbáljuk, tehát amit a Szentírásban hallunk, amit a templomban hallunk, azt próbáljuk apró pénzre váltani itthon. Tehát ha ilyen szempontból, igen. És szerintem mindegyünk arra törekszik, hogy ami elromlik, azt javítsuk, ne dobjuk ki. Valiék baléti társaságában is az az általános nézet, hogy nincs baj a házasság intézményével. Tapasztalataik alapján egyre többen választják az együttélésnek ezt a formáját, szemben a néhány esztendővel ezelőtt tapasztalható tendenciákkal, amely arról szólt, minek a papír, lényeg, hogy jól legyünk egymással. Személyes példát szeretnék erre mondani. Barátaink, és ők együtt élnek, és volt többször már közös programunk, és kívülálló mondta, hogy mi látszik, ahogy egymással beszélünk, ahogy egymáshoz közeledünk, hogy mennyire összetartozunk. Ők, akik hasonlóan annyi éve vannak együtt, vagy közel annyi éve, inkább olyan barátoknak tűntek. És ezt nem én fogalmaztam meg, hanem mondom, rajtam kívülálló, hogy egész más, ahogy mi egymással viszont, ahogy egymással nézünk, ahogy egymáshoz érünk, öleljük egymást, mert az fontos, mint ők például. Féri Attila azt mondja, a házasság hetének rendezvényein való részvétel erősebbé tette a köteléket kettőjük között. Isten igazából biztos, hogy mélyebbé tette a kapcsolatunkat. Ugye volt ez a holtomiglan, holtodiglan, ezen részt vettünk, ez egy ilyen házas hétpróba, amin különböző, hát egy játékos, vetélkedőszerű dolgok voltak, és Isten igazából persze kicsit közelebb vitte egymáshoz, tehát mit tudom én, volt ilyen, hogy ki kellett választani azt a ruhát, amit ő visel, vagy ő lerajzolta azt, hogy én mivel foglalkozom, aki kellett találni, hogy ki, tehát lerajzolták a lányok, hogy kinek a férje mivel foglalkozik, tehát kicsit, hogy mondjam, tehát azért közelebb vitt egymáshoz. Attila véleménye szerint minden családnak, függetlenül attól, hogy ez hivatalosan meghirdetett program-e vagy nem, kell házasság hetét tartani, amikor jobban odafigyelnek egymásra. Mert biztos, hogy erősíti valamilyen szinten a két ember közötti kapcsolatot, tehát leülnek, megbeszélik, vagy elmennek egy kávézóba, vagy esznek egy sütit, tehát biztos, hogy lehet egy kicsit közelebb kerülni egymáshoz. De hogy az most mindenkinek lehet ajánlani, valaki hisz ebbe, valaki nem. Tehát én úgy gondolom, mi hiszünk benne, hogy most más mit mond erre, mennyire alkalmazza, de ajánljuk mindenkinek természetesen. Az, hogy az emberek leülnek, átbeszélik a múltat, átbeszélik a jövőt, mit szeretnénk, hova szeretnénk eljutni, tehát ezt le kell ülni, és meg kell beszélni. Hogy hiszem azt, hogy ez segít. Igen. Igen, tehát a kommunikáció ilyen formában biztos, hogy segít egy kapcsolaton, főleg, hogyha mondjuk adott esetben mély ponton van. A házasság hete az nem csak arról szól, hogy én, mint házasságban élek, és ott vagyok a férjemmel, és akkor magunk vagyunk egy kis elszigetelt csapat, hanem hogy találkozom más házaspárokkal, más családokkal,
és beszélgetünk, és akár a felmerülő problémákat is, vagy örömöket is meg tudjuk egymással osztani, és érezzük, hogy nem vagyunk egyedül ebben. Én nagyon szeretem például a házasság hetének azt a részét, amikor a házasok megáldása van. Olyankor a templomban ott sorakozik több házas pár, 60, 70, 80 is akár, és megerősítjük évről évre a házassági fogadalmunkat. Tehát, hogy most is igen mondanék neki, mindenki, aki ott áll, akkor ő úgy áll ott, és azzal a lélekkel, hogy én most ugyanezt tenném, és ugyanúgy neki mondanék igent. És minden évben megerősítjük a házassági fogadalmunkat. A házassági fogadalom letétele többféleképpen történhet, a párok igénye szerint. Ám akármekkora is az ünnepség, az igen kimondásai hivatalosan az anyakönyvvezető előtt kell, hogy megtörténjen. Aki a folyamatokat igazán látja, Padak Ferencné, a szekszárdi polgármesteri hivatal anyakönyvi osztályának vezetője, aki maga is több mint 4 évtizede házas. Azt mondja, folyamatosan nő a házasságok kötött száma. Hogy ennek mi az oka, hogy a házasság hete befolyásolja, nem tudjuk, vagy a kormánynak a családpolitikai intézményei, de az előző években évi 200 esküvő volt, és most örömmel mondhatjuk, hogy Szekszáron évente olyan 300 körül van az esküvők száma, és aránylag eloszlik, tehát nem csak a nyári kedvelt nagy hónapokban vannak esküvők, hanem ugyanúgy van januárban, februárban és a decemberi hónapokban is. Nagyon lecsökkent a nagyon nagy lakodalmak száma, inkább az emberek kisebb esküvőket tartanak, és így a városházán is megnövekedett a kisebb szertartásoknak a száma. A házasság hete, ennek én személy szerint nagyon-nagyon örülök, és amióta tart közel 10 vagy 15 éve, én figyelemmel kísérem. Egy nagyon-nagyon hiánypótló dolgot tölt be ez a házasság hete, mert őszintén beszélnek hiteles emberek a házasságról, a házasság szép oldaláról, de ugyanakkor fölvállalják a házasság gondját és problémáját is, és utat mutatnak azoknak az embereknek, akik esetleg válsághelyzetben vannak, hogy igenis kezelhető a házasság, csak bizalom kell, és ki kell tartani egymás mellett. Ez azért is nagyon fontos, mert mi azt látjuk, hogy a mai fiataloknak nincs megfelelő példa. Tehát ezek a fiatalok nagy része is elvált csonka családokba nőttek föl, igazán nincs példa, tehát nem tudnak mutatni, és a Sas Erzsi volt kolléganőmmel, aki nagyon sokáig anyakönyvvezető volt, beszéltünk róla, hogy tulajdonképpen nem is oktatják sehol, hogy felkészítenék a fiatalokat, hogyha összeházasodik, akkor mi vár rá. És ha nincs egy példa, meg azt se tudja, hogy mi vár rá, sajnos akkor ő ugyanazt az utat fogja követni, hogy el fog válni, és hamar föl fogja adni, vagy inkább összesen házasodik. Hogy mi a házasság lényege, nehezen fogalmazható meg. A sztereotípiák nyilván élnek a párban élés előnyeiről, az egymás iránti hűségről, a pár támaszáról, a családról, a háttérország meglétéről. Az ember társas lény, nem magányra született, és mindenki társra vágyik. De egy olyan társra, akibe megbízhat, aki őszinte szövetséges lesz neki egy egész életen át, és szerintem ez csak a házasságban találja meg az ember. Én személy szerint ebben az épületben kötöttem házasságot 1980. május 24-én. Én azt hiszem, hogy ebből a szempontból egy hiteles ember vagyok, és az esküvőkön is arról beszélek, ami a saját példám is, és igenis, sok kompromisszumra, sok türelemre van szükség, és a másik, hogy igenis, tudni kell bocsánatot kérni, és nagyon sokszor el kell mondani a társunknak, hogy szeretjük, és ezt be is kell bizonyítani. A házasságról mindenkinek megvan a maga véleménye. A szép dolog. Több mint 50 évet éltünk együtt. Kibírtuk, néha nehezen, de azért kibírtuk, úgyhogy így szép dolog, ha megünneplik. Az én nagyanyám mondta azt, hogy mindig egyszerre csak egyiknek szabad haragudni, mert akkor a másik eltűri. 6 éve és a feleségem tartotta fontosnak. Nem, viccelek, én is fontosnak tartottam. Szerettük egymást, és így gondoltuk, hogy tovább lépjen a kapcsolatunk, följebb léptünk egy szintet. Mi már öreg házasok vagyunk. Több mint 40 év. Gombozból is sok. Mi a titka? A hosszú házasság titka? Az egymás megértése. Meg az a hülyeség elviselése.
Tehát ha hülyét csinál, akkor valahogy el kell viselni. Térjünk vissza a Janóékhoz. A családban rendszeresek a közös foglalkozások, az együttzenélés, a közös filmnézés, a kirándulások. Vali létrehozott egy házasság hete csoportot a legnagyobb közösségi oldalon, ahol pillanatok alatt 100-nál több követője lett. Azt mondja, nem hitte a személynek, hogy gyűlnek a pártoló tagok. Véleménye szerint ez is mutatja, hogy mennyire érdekes téma maga a házasság. Vali az iskolában, ahol tanít is, megkérte a gyerekeket, rajzolják le, mit jelent a házasság vagy a szerelem. Közben azért beszélgetünk és elmondjuk, hogy ez miért fontos, hogy milyen jó, hogy ezt látod, és hogy milyen jó érzés az. Ott egymás között, most ugyan nem, de ha megfogják egymást kezét például, amikor mennek ebédelni, vagy egy játéknál megölelik egymást, vagy egy mondókánál, hogy milyen fontos, hogy elmondják egymásnak, hogy én téged azért kedvellek, mert, hogy azért szeretlek, mert, vagy ez nekem most nem esett jól. Mert nyilván ott rögtön kezeljük az iskolába ezeket a helyzeteket. És igen, tehát amikor egy kisgyerek olyat rajzol, hogy szívecskébe belerajzolja az egész családot, vagy hogy a menyasszonyt, a vőlegény emeli át a küszöbön vagy az ajtó előtt, vagy hogy fogják egymás kezét, tehát ugye ez szinte majdnem mindegyik rajzon megjelenik. Szerintem ez olyan, mint a karácsony. Én is láttam, hogy az én anyukám hogy készül, hogy ő az, aki a csodát varázsolja oda, és én ugyanúgy igyekszem a gyerekeimnek a maga módján, tehát a csodát varázsolni, és ők, ahogy elmondják, hogy ez olyan jó, és hogy majd én is, úgy gondolom, azt látják, hogy én itt házassághetét ünnepelek a férjemmel, és hogy süti van, és hogy olyan családi filmnézés van azokon a napokon, akkor hogy ne? Biztos, hogy nyomot hagy. Ezt viszik, remélem, hogy tovább viszik.